Pótyó Imre vagyok, én fogom tartani ezt a egyórás foglalkozást, vagy lehet, hogy több lesz, 500 képet hoztam. De ez nem azt jelenti, hogy egy képről két percig fog beszélni, majd így megpörgetjük néha. De röviden bemutatkoznék, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa vagyok. Én Király Réten a Hiúz házban dolgozom, a Börzsönyben. Itt látható ez a látogatóközpont. Itt különböző családokat, gyerekeket, felnőtteket fogadunk, és természetismereti túrákat tartunk nekik. Illetve van egy jó kis kiállítása a Hiúz háznak, egy ilyen interaktív játékos kiállítása, ezt is szeretik a látogatók. Nem tudom, ki volt Király Réten, ez a Börzsöny, igen, ilyen föltették a kezüket, ez a Börzsöny kapuja. Innen indulnak a turistautak föl a magas Börzsönybe, ahol a Hiúz, meg a Farkas, meg a Medve is él most már. Tehát én környezeti nevelőként dolgozom a Hiúz házba 2,5 éve, ezt mindjárt beizzítom, meg akkor inkább így kézzel. Tehát különböző tematikus túrákat is tartunk, van egy tanösvényünk. A tematikus túra az azt jelenti, hogy éppen most szarvasbőgéses túrát szervezünk hétvégére. 20-25 fő szokott ilyenkor ellátogatni, és akkor este barangolunk a Börzsönybe, és hallgatjuk a szarvasbikákat, vagy belenéző túrát tartunk, hogy a képen is látható. Ez egy kis rágcsáló emlős. Végigjárjuk a gyerekekkel, családokkal az orrútelepet, és megnézzük a kis peléket, hogy mennyien vannak. Itt a szarvasbőgéses túráló egy ilyen csoportkép, tavalyi felvétel. Aztán én természetfotósként tevékenykedem elsősorban, tehát imádok fotózni, és ezért fotós túrákat is tartok, meg előadásokat. Van egy vízibuszunk, a Nemzeti Park működteti. Ez egy mozgó laboratórium, pataklakó élőlényeket szoktunk vizsgálni elsősorban gyerekekkel, összegyűjtik a kis vízi makrogerinctelneket, és aztán ők határozzák meg ezzel a kivetítővel, mikroszkóp segítségével. Aztán persze különböző táboraink is vannak a Hiúz házba. Tehát a legfontosabb az, hogy környezeti neveléssel foglalkozunk, mégpedig úgy, hogy ez élményszerű legyen, tehát úgy tanuljanak a gyerekek, felnőttek, hogy szórakozzanak közben. Aztán itt van a kis növendék, már fényképezőgéppel a nyakába. Tehát én madarászként kezdtem, a Szegedi Tudományi Egyetemen végeztem még 2005-ben, de sok madártani felmérésbe vettem részt, a Börzsönybe, a Duna mentén, én Gödi vagyok, Gödön lakom, de sokat vagyok a Hiúz házba is, kint ragadok éjszaka. Aztán észrevettem, ezek a túrák, kirándulások, így szép lassan átalakulnak egy ilyen természetfotós tevékenységé. Tehát nem, az élményt ma akartam osztani, nem csak hazaminni, hanem minél szélesebb körbe bemutatni. Először persze a családnak, barátoknak, aztán már később kiállítások formájában bemutatni a természeti értékeket. Most éppen a Gödöllői kastélyban van egy kiállításom, egész patinás környezetben, 20 fotóm kinagyítva. Múlt hétvégén tartottam egy tálatvezetést, hát jó sokan voltunk, volt érdeklődő rendesen. Itt a természetfotósok egy része, az nem csak fotózik, hanem ír is. Tehát van egy olyan lehetőségünk, hogy az élményeinket, azokat megosszuk, akár írás formájában is. Ezért én a Életis Tudományban, a Varázslatos Magyarország magazinban, meg a Cincér magazinban is írok rendszeresen, de most már azt vettem észre, hogy egyre kevesebb időm van így fotózni. Tehát egy nehéz beállítani ezt az egyensúlyt. Írni is szeretek, de azért fotózni is kell, mert a fotóból táplálkozik minden aztán. Meg előadásokat is gyakran tartok. A legnagyobb a Natura Art, a Magyar Természetfotósok Szövetség által szervezett minden évben egy ilyen hatalmas rendezvény. Ott akár 500 ember is összegyűlhet. Tehát fantasztikus érzés ennyi ember előtt mesélni, érdeklődő ember előtt. És hogy a bevezetésbe említették, én voltam az év természetfotósa, de utóbb meg 18-ba is. Máté Bencét biztos sokan ismerik, hát őt nem könnyű idézőjelben megverni, de azért meg lehet, főleg akkor, ha nem indul a pályázaton az év természetfotósa. De persze úgy is azért el lehet kapni, ha indul, ő mostanában inkább kiállításokat szervez, most kicsit parkolópályára tette a fotógépét, de nem sokára vissza fog térni. Tehát pályázunk, ez miért fontos? Egyrészt szakmai visszajelzés, plusz, ami legfontosabb, ami már talán érződik, hogy lehetőségünk van a nyertes képek által bemutatni azt a varázslatot, ami körülvesz minket. Tehát én azért pályázok elsősorban, hogyha bekörülök egy ilyen rangos fórumra, akkor a képeimet nagyon sokan láthatják. Ez a Londoni Természettudományi Múzeum. Itt is van egy nagy, a világ legnagyobb fotós pályázata, minden évben meghirdetik, már 57 éve.
és 50 ezer kép szokott ide beérkezni évről évre, és a legjobb százat kiállítják így október közepétől kezdve, következő év októberig. És minden évben egy ilyen nagy esemény, nagy vacsora, díszvacsora, díjátadó, és ezeket a képeket akár 50 millió ember is láthatja, képzeljék el, az online felületekkel együtt. Tehát 60 városba eljutnak a képek, világvárosba. Budapestre is el szokott jönni a kiállítás. Aztán, ha sikert érünk el, meg ilyesmi, akkor előbb-utóbb a tévé is, média is felfigyelhet ránk. Hát ez nem egy könnyű műfaj, 7-8 percben beszélni az élményeinkről élő adásba, de azért szerintem meg kell próbálni, mert a reggeli műsorokat viszonylag sokan nézik, akár 100 000 ember is. Úgyhogy ott is lehet egy kicsit csepegtetni az élő lényekből. Most kezdjünk bele a fotózásba. Én 2007-ben kezdtem el fotózgatni, akkor vettem az első tükörreflexes gépemet, ilyen komolyabb fotómasinát, és a legtöbb természetfotós az így hajnalban, meg nap nyugtakor jár ki a természetbe. Tehát a surló fényekbe, az aranyórába, reggel gyönyörű szép körök alakulnak ki, nyugodt, szélcsendes időjárási körülmények között. Ez a kép például a Dunakanyarban készült, Visegrádot ábrázolja Nagymaros felől. Ez egy véletlen katt, tehát 2008-ban készült, még nem is nagyon ismertem a technikát, csak szerencsém volt. Kimentem, hattyúkat akartam fotózni, köd volt, és olyan másfél percre előbukkant a napkorong, és ilyen gyönyörű szép narancsfátyúval terítette be a Dunát. Hát igen, a festőknek azért fejlődni kell, tehát néha lehet véletlen kép is, tehát ez tényleg véletlen készült, nagyon jó helyre komponáltam a napot. Aztán persze, hogy teltek múltak az évek, mindig képzi magát az ember, és tényleg sokat jártam ki hajnalba, barátokkal is. Ilyenkor a szitakötők szárnyán, meg minden kis növényzeten páragömbök ülnek meg, és hogy fel kell a nap, hihetetlen szépen megvilágítja őket ellenfénybe. Ez egy pókháló, Galaxis a kép címe. Szerencsém volt, hogy nem tartózkodott benne a pók, mert így a kis páracsepp megült a közepén. Ez egy őszi kikerés család, szintén hajnalba, napkelte környékén, és a drogéria márkos tükörrel derítettem vissza a napot, szépen megvilágítva ezt a kis családot. De én inkább éjszakafotós. Éjszaka fotózom alkonyatban, kék órában, tehát szeretem az újszerűséget, az új típusú képeket, ezért inkább este járok ki naplement a környékén, akkor hangolódom a témára, aztán ahogy besötétedik, különböző élőlények elevenednek meg, amelyek nappal pihennek. Ilyen például kaszáspók, ő az. Hatalmas nagy tapogató lábai vannak, és hogy besötétedik, előmászik a rejtekekről. És akkor ellenfényben ilyen szépen csillog például egy mesztelen csigának a nem is tudom, mit csinálja, nyálkája, amin csúszik. Szintén a kaszáspók ellenfénybe, megvakúzva csillagok alatt, tehát éjszaka minden más. Hihetetlen hangulat van. Ő egy árvalány haj, 8 másodperces fotó holdfényben, közben énekel a fülemüle májusban, tehát nagyon szép. Persze naplementében is aranylik a mező, de holdfényben mégis más. Gödön is sokat fotózom, meg a Börzsönyben, a Gödi homokszigetem. Ez egy klasszikus hely, rengeteg fürdőző keresi föl, de persze fürdőzés közben lehet képeket is készíteni. Ez például a part, a homoksziget és a Duna találkozása. Én finom kis fátyol, hogy hullámzik a Duna naplementébe, olyan, mintha a Matrix filmbe keverednénk. Gödi szigeten nyílnak a ligeti csillagvirágok, ez egy kis vérett virágocska, borostyán szőnyekben jön elő tavasszal, és nézzék meg, milyen szép, belehasalva a levelek közé, és kifotózva egy ilyen jó kis makroobjektívvel szépen el lehet mosni az előteret meg a hátteret. Ezen a képen pedig sikerült bemutatnom a növénynek a lelkét, illetve a törékenységét egyszerre. Ez egy ilyen multi-expozíciós technika, egy képre kettő fotóztam, ez már ilyen bonyolult technika. De persze a Börzsöny a fő vadászterületem az utóbbi néhány évben, főleg a magas Börzsöny. Ez egy szenzációs hely. Turisták alig járnak, semmi település nincs, zárt erdők uralkodnak. És a turista utaktól távol pedig itt tulajdonképpen állva halnak meg a fák, ketté törnek a hatalmas bükkök, mindenütt taplók növekednek, faóriások dőlnek ki, mint nem is Magyarországon jelenleg, tehát itthon is lehet találni ilyen madregényes tájakat, csak sokat kell gyalogolni.
Ez egy 25 kilométeres túra, hogy ezeket lássuk összesen oda-vissza. És ezeket a különböző holtfákat, illetve farakásokat kedvelik a havasi cincérek például, ez a Dunai-Pólya Nemzeti Parknak a címerállata. 3 évig fejlődik ezekben a holtfákban, lárvaként, hatalmas nagy élőlény, aztán jön egy szép júliusi meleg nap, egyszer csak a bábból előmásztak a kifejlett szép bogarak, és néhány hétig repülnek, párosodnak, majd lepetéznek ezekbe a holtfákba, és kezdődik előről minden. Tehát nagyon fontosak az ilyen holtfák az erdőkben. Ebben fejlődnek ezek a bogarak. Ő a nagy hőscincér, óriási csápja van. Itt szerencsém volt, mert egy éleségi síkba került ez a óriási két hosszú képződmény. Én absztrakt képet tudtam róla készíteni. A Visegrádi egység is gyönyörű, nem tudom, prédikálószéken ki volt, szenzációs kilátás. Néhány éve adták át az ottani új kilátót. És tavasz végén hatalmas egy keltike mezők nyílnak, a vadállókövek és a prédikálószék csúcsa között. Ilyenkor olyan, mintha 1000 gyertyát gyújtana a tavasz így ellenfénybe. Mézillat úszik mindenhol, örvös légykapók szólnak. Nagyon hangulatos. Csak oda is egy kemény túra vezet föl. Sokszor el kell dönteni azt, hogy most túrázom, sportolok, vagy pedig fotózom. Mert azt vettem észre az utóbbi időben, hogy ezek a 20 km-es túrák, ezek nem fotós túrák már. Tehát ha nyakamba veszem a fényképezőgépet, akkor 1-2 kilométert tudok haladni, és eltelik fél nap. Úgyhogy régen ez is volt a bajom, amikor még madaráztam sokat, hogy mindig ott volt a gépem, és akkor a madártani felmérés is végeztem, közben fotóztam is. Nem volt könnyű összeegyeztetni a kettőt. Most már inkább fotózom. Madarakhoz, az egyszerűbb kis énekesekhez, magevőkhöz hozzá lehet férni lesekkel. Ez a hiúzháznak az udvarában látható. Be van kamerázva, ezt látja a kamerakép, élőbe lehet nézni ősztől tavaszig, közvetítjük folyamatosan, hihetetlen sokféle madárka jár. Aztán éjszaka megjelennek a szarvas tehenek, ott a kis tehén meg a borja. És persze nem csak madárkák járnak, hanem mókusok is például, csak ő azért félénk. Itt egész közel volt, ez egy félig áteresztő detektív üveg, tehát mi kilátunk, de ők nem látnak be. Ezt Máté Bence használt először természetfotózásra. És ilyenkor általában nagyobb zoomokat használunk, bent fókuszálgatva folyamatos stresszben, de néha kirakjuk a gépet állványra, és belülről, hátradőlve, távkiódolval készítjük a képeket. Ez jóval kényelmesebb. Betoljuk a fenekükbe tulajdonképpen az optikát, oda csaljuk a szotyikával, ő ott produkálja magát, és mint valami zászló úgy tűnik. Ez a széles látószöggel teljesen más képeket készíthetünk. Hát itt nem olyan lepöttyentette az objektívemet, aki széncinege, szép faroktolla van. Itt éppen repül, tehát sokszor használunk vakukat. És fontos a vaku használat, mert az kimerevíti. Másodpercnek a 20 000 részével villan, és az megfagyasztja a leggyorsabb mozgást is. Vépre egy nagy fakupáncs ereszkedik be. Persze nem könnyű tartani az élességi síkot. Előre beállítom, és így reflexzerűen lövök. Amikor úgy érzem, hogy ott van mondjuk 1/10 másodpercig abban a síkban a madárka. Ő pedig az egyik kedvenc kis bizalmas vörösbegyünk. Budapesten is gyakran előfordul, nagyobb kertekben, parkokban, budai hegyekben. Gyönyörű, szép gyöngyöző hangja van, mintha a pataknak a csobogását kísérné. És annyira bizalmas volt, hogy a tenyeremből vette ki a magot. Képzeljék el, gödön hoztam létre egy ilyen kis álcahálós tákolmányt, akkor lesétáltam, kiszórtam a magot, akkor az összes madár elrepült, és ő ezt használta ki, vékony a csőre, félénk, viszont tőlem valamiért engem megszokott, nem félt. Úgyhogy odaraktam a kezem, és a bontott magokat kiszeregette. Aztán, amikor távoztam, akkor megjött az összes madár, és akkor meg persze megijedt. Úgyhogy nem is kell beülnöm a lesbe. Mondjuk itt öklendezés után van, tehát kicsit valami nem tetszett neki, de milyen szép tűhegyes nyelve van. Ő pedig a kicsinye, kis fiókája, aztán augusztusra így már elkezd narancsosodni, és aki összevörösödik be. Úgyhogy a március végéig, március közepéig szoktunk etetni, utána már nem szabad, mert a cinege hajlamos arra, hogy a fiókáit maggal etesse, az pedig nem jó, mert a kicsik még nem tudják megemészteni. Úgyhogy abba szoktuk hagyni március környékén az etetést, de még gyakran meglátogattam a kis vörösbegyemet, ott is fészkelt, énekelt nekem egy dallamot. Áprilisi reggelem ellenfényben a lehellete is látszik. Ezek ilyen viszonylag egyszerű dokumentumképek voltak, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy lehetne újszerűsíteni. Hát így, hogy ellenfényre tákolom, ellenfényre helyezem az egész lest, meg a etetőt.
és a madár mögött gurult le itt éppen a nap, mint ha vele labdázna. Ő egy kis kék cinege, egy szem ajándék című fotó, ő pedig a tengeliz, talán a legszebb magevőnk, és itt ezen a képen egyszerre jelentek meg, színes átlóba. Persze az hogy jól az el van dugva, ugye? Nem nézne jó ki a képen, ha rajtuk ugrálnának. Na ő pedig a Szajkó, lehet, hogy ismerik, ő az erdő őre. Ha belépünk, akkor gyakran hallani egy ilyen éles krek hangot, jelzi a többi állatnak, hogy akár veszély is lehet. Tehát nagyon bizalmatlan, viszont ha megszokja, érzi azt, hogy nincs veszély, akkor beugrik és fürdőzik egyet az itatóba. Itt éppen 1/8 másodperc alatt így megforgatja a fejét. Hol a tükörképem című fotó, hogy fúrófej, aztán így néz ki. Mátyás madár a másik neve. Tehát gyakran összelocsbolja az üveget, úgyhogy néha túl közel jön. Ő az egyik kedvencem, az énekes Rigó. Magyarország leghangosabb énekes madara. Ismételgeti a strófáit márciusban, hihetetlen szép. Nagyobb parkokban, Budapesten is előfordul. Itt 80 centire közel jött, itt pedig a fészek anyagát nedvesíti. Tehát annyi szép órát el lehet tölteni ezekbe a lesekbe. Sokszor nem is fotózunk, csak hátradőlünk és nézzük a madaraknak a ténykedését. Ő a közismert fekete rigó, orgona mezők előtt. Itt pedig az egyik gödi lesem, az ellenfényre helyezett etetővel. Pont a cinege mögött megy le a nap. Megfesti magát, mozgatja a szárnyait. Ő pedig a csúszka. Ez a madár ez képes fejjel lefelé is rohangálni a fatörzseken. Szerencsém volt, mert a nap még éppen jó helyen gurult, tehát a lombok meg a fatörzsek között szépen világított. Vörösbegy pedig hajlamos arra, hogy még alkonyatba is mozogjon. Tehát alig látunk már valamit, de a nagy szemeivel ő még időnként jött egy-egy látogatást tenni. Én szeretek éjszaka fotózni, hát madarakat azért nem könnyű éjszaka látni, nem sokan jönnek elő, de a macskabaglyok alkonyatban ébrednek. Hát úgy lehet őket a legkönnyebben megfotózni, hogy lejátsszuk a tojónak a hangját. Én levittem a laptopomat, max hangerő és kuit-kuit hangot lejátszottam, az a tojónak a hívó hangja, és rögtön megjelent ez a hím. És így nagy szemeivel nézett, hogy hol lehet a tojó, aztán engem vett észre, kicsit méltatlankorok, de 2-3 képet tudtam készíteni róla. Ő pedig egy fekete rigó éjszakája lent a Göri ártéren, egy elhagyott épületnek a sarkába. Téli kép, sok-sok estét töltöttem el vele. Nagyon bizalmatlannak tűnt, először azt hittem, de nem. Teljesen megszokta jelenlétem, 2 méter magasan ült borostyánlevelek között. Néha rávilágítottam kicsit. Megderítettem, aki fölébredt, visszacsukta a szemét. Készült tovább 1 órán keresztül a fotó, és 1 óra alatt ennyit tekeredett a föld, hogy a csillagok is így bemozdultak. Ahogy a nap is, meg a hold is halad az égen, a csillagok is mozognak. Néha viszont zavarba volt, főleg akkor, amikor a fagyott leveleken még ront egy róka. Akkor azt hitte, hogy valami nyest, tehát ragorozót remélt, vagy félt, de tőlem tényleg nem idegeskedett. Ez pedig csirkefarhát. Tehát nem csak énekeseket szeretnénk fotózni, hanem ragadózó madarakat is. Ez ilyenkor dögöt, döghúst is kirakunk, és ilyenkor néha megjelenik az egerésző, meg a holló, meg néhánya. Tehát én nem vagyok madárfotós, de szerettem volna ezzel kezdeni az előadást, a kis kerven színes tollasokkal. Máté Bence a nagy madárfotós itthon. De hát mindent meg kell kóstolni, természetfotós előbb-utóbb. Beáll egy adott irányra, de az elején még mindent fotóz, makrótól tájon át madarakig. Ősz, most mindjárt kezdődik, október 20-25-kor van a legjobb lombszíneződés a Magasbörzsönybe. Ilyenkor gyönyörű szép a bükkfa, a kék éggel, vagy az uzmarás erdő. És nem tudom, hogy hallottak-e a hidegpárna jelenségről. Ez így novembertől februárig alakulhat ki a Kárpát-merencébe. Ez azt jelenti, hogy 800 méter magasságig egy ilyen jó kis nyírkos, szürke kötpárna üli meg az egész Kárpát-medencét. Budapest is benne van sokszor ebbe a szürke időbe. 1-2 kilométer a látótávolság, néhány fokon is semmi nem történik. Viszont ha fölmegyünk pár száz métert, akkor egyszer csak kiérünk ebből a felhőtengerből, mintha repülőn utaznánk. Nézzék meg, milyen csodálatos ez a Börzsöny legmagasabb csúcsa. Ilyenkor érdemes fölmenni a Mátrába, Bükkbe, Börzsönybe, és megtekinteni odaföntről az országot. És az az érdekes, hogy ez Zuzmara, ez egy ilyen -8-10 fokos réteg,
és ilyen hőmérséket inverzió alakul ki, tehát fönt itt a felhő felett a 8-10 fok van, benne mínusz 10, lent meg 1-2. Tehát egészen páratlan időjárási körülmények alakulnak ki. Időnként megjelenik a kötszivárvány, ez ilyen fehér színű, itt jóval kisebbek a cseppek, ezért nem tud teljesen színeire bomlani a napfény. Éjszaka is lehet mesterségesen ilyen kötszivárványt létrehozni, a magunk mögé rakjuk a lámpát. És ebbe az uzmanás fagyos kötfelhőbe roskadoznak a fák. Tehát a tűzszilánkok, jégkristályok mindenhova kiülnek, és ez nem is hó itt alul, hanem folyamatosan képződnek a jégkristályok, aztán előbb-utóbb lehullanak, és ilyen összefüggő réteget képeznek. És egy gyenge szellőbe, napfénybe ezek a kis kristályok bearanyozzák, amerre bármerre nézünk, tehát alig akarnak leérni a talajra. És az idei tél, vagyis a legutóbbi tél, főleg karácsony előtt elképesztően kedvezett ennek a jelenségnek. 45 cm-es zuzmara alakult ki fönt a magas Börzsönybe, és ki se lógott a csúcs, tehát elég masszív volt ez a réteg. Jöttek is a Börzsönybe rendesen, tehát ilyen több kilométeres dugók alakultak ki, mert hó az nem nagyon volt, csak ez az uzmarás jelenség. Örültünk nekik, tehát érdemes ezt egyszer megtapasztalni. Tehát mindenhol kiülnek persze az ember hajára is. Nem sokszor húzok sapkát, mert azért föl kell menni, és izzad az ember. És nézzék, milyen szép, egy kicsit belezumulva az erdőbe. Ez azért szeretem jobban, mint a havat, mert ez mindenre kiülnek ezek a kis miniatűr kristályok. Tehát a ködből csapódik ki, rakódik le. És ha kicsit nagyobb a szél, akkor lesz nagyobb az uzmara réteg. Tehát onnan történik a légmozgás, és folyamatosan rakja ki a kis kristályokat. Nehéz betelni vele. Na, itt lehet, hogy lesz egy videó, megnézzük, hogy elindul-e. Ez csak egy ilyen kis hangulat videó mobiltelefonnal. Gírbe-gúrba törzsekre, mint valami nagy boa, fagyott kígyó. Ezek még december 10-e környékén készültek, ezek a képek, de hogy teltek múltak a napok, egyre jobban hízott az uzmara, olyannyira, hogy már törtek le az ágak, tehát kezdett veszélyes lenni. Látszik itt a sok tűkristály, meg a letört ágak. Aztán karácsony előtt tényleg már, ez nem ónus eső, de azért nem bírták az ágak, és így lehajlottak teljesen, mint valami nagy szoknya. És a Daróci Csaba is lehet, hogy ismert név, nagyon fantasztikus fotósunk. Eljött, fölvittük őt a Magas-Börzsönybe, és ahogy felértünk 700 méterre, mindent eldobott, ő alföldi, és nem hitt a személynek, hogy ilyen lehet Magyarországon, úgyhogy elvesztettük őt. Én nem is nagyon fotóztam, csak őt néztem, meg videóztam. Itt mászkálunk, nézzük, kis hangulatvideó. Ez is egy egyszerű, az utolsók letörták, tehát azért figyelni kellett a fejünk fölé. Ő pedig el van, szinte így közlekedett folyamatosan a gép. És hopp, itt letörik egy ág, csak úgy véletlenül. És nézzük a Csabát. Oké, és már komponálgat is tovább. Hopp. Nem nagyon hozta lázba ez a... Tehát ilyenek vagyunk mi természetfotósok. Tehát ha elkap minket a szemvéré, akkor mindent kizárunk magunk körül, és szerintem ez jó. Még néhány kép ezekről az óriási zuzmaraszoknyákról. Sok fának szerencséje volt, mert önmagán támaszkodott meg. Aztán volt egy szelesebb nap, akkor éjszaka is fölmentem, ez is egy szép magas kőr is. És akkor utána le is rázta magáról. Olyan erős volt a szél, hogy jött egy felmelegedés, hogy eltűnt ez a szenzációs jelenség. Most csak így végigmutattam néhány képet, hogy lássuk. Ezt még megmutattam, ez egy nagyon kis egyszerű videó, csak hogy lássuk, hogy milyen fürtök lógnak a magasból. Azért ez egyedül voltam itt, azért ez nem volt olyan ilyetbiztosítás ez a rész. Itt át is rohantam elég gyorsan, csak készítettem néhány videót. Utána mondom, jött egy szelesebb nap, meg egy felmelegedés, és vége lett a jelenségnek. Aztán vannak napok, amikor egész alacsonyan van a kötfelhő, nézzük meg, milyen a narancsfényben, naplementében, hogy áramlik a kötfolyam, lenyűgöző. És kíváncsi voltam, hogy éjszaka hogy fest ez a dolog. Tehát a csillagok mennyire látszódnak. Ott egy sirály eltévedt. Itt érezhető ez a hirtelen váltás. Tehát néhány 10 méter alatt 10 fokra emelkedik a hőmérséket, mínusz 10-ről. Ez az alacsony Tátra, magas Tátra, ilyenkor páratlanak a látási viszonyok, 200 km is ellátni, olyan, mintha a sivatagban lennénk, olyan tiszta odafönt a légréteg. És azt hittem, hogy teljes sötétség ez, de nem. A városok fényei alulról megvilágították ezt a felhőt, és mint valami narancs
tenger úgy hullámzott alattam. Tehát örökre belém égett. Nagy Hideghegyről készült fotó, itt van egy turistaház, aki ilyenkor ott megszáll, az ezt látja az ablakból. Aztán amikor fel kell a Sirius, ez egy csillag, 4 fényévre van innen, akkor gyönyörű szép holdfénybe is, ez az Uzmanás hegyoldal. Még mutatnék néhány téli képet, tehát nem csak odafönt szép ilyenkor a világ, hanem a patakok is megdermennek, itt egy fotós kolléga, kicsit technokrata az úriember, Zsira Sándor, ő imádja a felszeréseket, tehát minden mindig van nála. Én inkább én egyszerű dolgokkal fotózom, középkategóriás vagy az alatt, de valaki a technikát szereti, mégis mindegy, lényeg az, hogy jó képző lesen. Ezek a jégharangok, tehát hogy fröcsög a víz, ha be nem fagy a patak, akkor folyamatosan ezek a kis vízcseppek előbb-utóbb ilyen jégharangokká válnak, és a gyökereket belepik. Közben a gyertyánlevél is belefagyott. Aztán befagyott teljesen a patak, tehát minden télen olyan 1-2 napig szokott lenni mínusz 20 fok esténként. Ez szerencsére most is megtörtént, úgyhogy befagyott a patak, aztán néhány nap múlva felolvadt, meg lejjebb ment a víz, és ilyen jégformációk maradtak hátra, és így alulról befotózva fölfele egészen bámulatos perspektívát kaphatunk, szinte a víz alól fotózva, fölfele naplementébe az égerfák. És rátérnék a föld alatti fotózásra, egy-két nem szeretem állatot mutatnék, de denevéreket például. Tehát a Börzsönyben nincsenek barlangok, vagy csak ilyen kisebb lukak, 1-2 méteres hasadékok, ugyanis ez egy andezit hegység, kőkemény, így a csapadékvíz nem oldja, viszont vannak bányák, felhagyott bányalukak, vasércet, különböző nemesfémeket bányáztak 1800-as évek végéig. Azóta persze ez megszűnt, és egy bányák egy részét fokozottan véletté nyilvánította a Nemzeti Park, ugyanis denevérek telelnek itt, meg szalamandrák, meg gyepibékák, védett állatok. Egy részük szabadon látogatható, például ez, ide be is szoktunk vinni gyerekeket, felnőtteket, más részük meg le van zárva. És a mínusz 20 fokba, még a bejáratnál is. Tehát azt kell tudni, hogy 8-10 fok van bent mindig, magas páratartom, de a bejáratnál azért a hőmérséket eléggé lecsökken. És képződhetnek ilyen jó kis jégcsapok. Itt egy lezárt bánya. Vannak 20 méteres mély aknák az egyik járatban, 1 kilométer összhosszúságú. Na és itt van egy kis patkós denevér. Nem tudom, biztos láttak már denevért, Budapesten is elég sok él, főleg a korai denevér, nem is tudom melyik a rőt korai, a panelépületeknél főleg. Ő a kis patkós denevér, arról híres, hogy mindig beburkolózik a szárnyaiba. Amúgy 28 féle faj van az országban. Vele találkozhatunk a leggyakrabban barlangokban is, itt Budapesten, meg a bányákban. Ez a denevér bárhova felfüggeszkedik a kis karmaival, itt éppen bokamagasságba, aztán csoportosan is összegyűlnek. Ebben a bányában 450 darab telel, képzeljék el. Van egy ilyen hátsó akna járat, ez egy szentély, tehát ide csak kulcssal lehet bemenni. Ritkán látogatjuk, nem akarjuk őket zavarni. És a kis karmaival, lábikójával függeszkedik, mindenféle izommunka nélkül. Speciális inaik vannak, és a saját testtömegük, ahogy lóg, az így megfeszíti marókra a tömegével. Tehát így megemelném, akkor ahhoz, hogy elengedné. Tehát nem kell hozzá izommunka. A tömeg elég ahhoz, hogy ráfeszüljön. Ez egy ilyen selfie, egy lelkes fiatallal ebbe a bányába. Tehát figyelni kell persze, hogy nehogy fölébredjenek. Tehát gyenge fényt használunk rövid ideig, és ha azt látjuk, hogy elkezd mozogni, akkor ott kell őt hagyni. De vannak olyan egyedek, amelyek teljesen mozdulatlanul, semmit nem vesznek észre, mélyen hibernálódnak. Ilyenkor 5 percenként vesznek levegőt, egyszer-kétszer dobban a szívük percenként. Ez a Strehászki Lili fiatal fotósnak a képe. Ez nagyjából bejárta így a természetfotós világsajtót, ezen a sikereket ért el. Egyszer volt nálam, és már is készítette ezt a fotót. Szerencséje volt, mert pont a denevér mögött volt egy mérés, és be tudtuk helyezni ellenfénybe a lámpát. Így jó átvilágítjuk a lábikóját. Szögre is rá pihen. És Forrási Csaba nagyon jó képeket készített a denevérekről. Én próbáltam újszerűen a járattal együtt megörökíteni, úgyhogy szélesebb látószöget használtam az élőhelyét bemutatva. Ő pedig a közönséges denevér, jóval nagyobb, ilyen 20 centis is, vagy 40 centiméter is lehet a szárnyfesz távolsága, és körülbelül ekkora maga a szőrme, a teste. Ez egy december végi kép, behibernálódott oda a bejárathoz,
Aztán 33 nap múlva visszamentem, és így nézett ki. Tehát a páracseppek így csutakossá tették, szépen kiültek rajta, ez azért is jó, mert nem szárad ki. Tehát ilyen két hónapi mozdulatlan körülbelül, néha salakanyagot ürít, kicsit pisil, meg ilyesmi, aztán alszik tovább. Ő egy bajuszos denevér, szintén páracseppekkel. De nem kell félni, az ember a hajában nem mennek bele. Úgy pont egy nagy denevér kutató mesélte ezt a gyerekeknek, hogy soha nem repül bele az ember hajába a kis bőregér, és így jött a denevér, és puty, landolt a fején. De az egy kivétel volt, mert néha kikapcsolják az ultrahangot, mert azzal tájékozódnak, de néha kikapcsolják, ha annyira ismerik a járatot, hogy már oda nem kell, szinte vakon repülnek, energiatakarékosság céljából, és ez pont egy olyan pillanat volt. Tehát azt hitt, hogy nem lesz ott senki, és akkor végig is neki ment a fejének. De amúgy látja a hajat. Ha az ultrahangot bekapcsolja, akkor látja a hajszálat is. Olyan pontos. Ő pedig egy nyugati piszedenevér, hát ez nem olyan csinos, viszont fokozott a méret, 100.000 forint a természetvilem értéke. Hát ő a nagyfülű denevér, találó. És a denevérek a saját pincénkbe is beköltözhetnek, ha viszonylag elhagyatott, és van egy kis szellőző. Ez egy barna hosszú fülű denevérke. És ezek a denevérek nem csak telelni használják ezeket a bányákat, hanem egyes helyszíneket szaporodásra is. Visegrádi egységben van egy lezárt bánya, 300 méter hosszú, nyílegyenes, az első 100 méter az vízzel telített mellig, 10 fokos. 2,2 méter a belmagasság, tehát elég komoly hely, tehát klausztrofóbiásoknak nem ajánlott. És én beszoktam menni évente egyszer, és megnézem a kölkedző kolóniát. Közönséges denevérek kölkedzenek ott májustól augusztus végig, 2000 denevér összegyűlik a mennyezetem, 200 méterrel a bejárattól, át kell küzdeni magunkat az első 100 méteren, jó hideg, aztán kiírunk egy ilyen salakanyagos, nedves részre, az már melegebb, de az illatok nem a legjobbak, aztán belebotlunk egy ilyen nagy guanóhalomba, ez a denevéreknek az ürüléke. Szom középig ér, és 3-4 lépésnyi halom, tehát, és ebből van 6 ilyen kupac. Tehát tényleg az illatok nem a legjobbak, de ők imádják ezt a helyet. Nyugalomban, csend, és a guanó kupacokban gombák élnek. Igen, hát éjszaka folyamatosan ürítenek nappal, és este kirepülnek, tehát ők kirepülnek esténként, igen, meg kifélnek, kirepülnek, táplálkoznak a nőstények, rovarokat, visszamennek, és akkor szoptatnak. Szoptatják a kölköket, de először még a kölkök ráragadnak a testükre, és egy-két napig még velük varázgatnak. Csak aztán már bent hagyják őket ilyen óvodába. És itt látható ez a nagy kupac. Nézzük meg, milyen sokan vannak. A barnák a szülők, a szürkék a kölkök. Egy kölköt hoz létre egy anyuci, vagyis szül. És ez nekik jó, hogy így együtt vannak, nagyobb a biztonság, ha esetleg bejön egy nyest, vagy nem tudom. Tehát azért ez így több szem többet lát, meg meleg is van, melegítik egymást. Denevérek, igen, közönséges denevérek. Most térjünk még vissza kicsit a bányákra. Tehát a bányákban, meg a barlangokban én október végétől márciusig vannak ott. Kis patkós, közönséges denevér. Nézzük meg, így felfordítottam a képet. Mint a diskurálnának a kis patkósok. Ez, mint a cseppkő lenne. Annyi jégcsap keletkezett, alul is nőttek ki, ahogy csöpögött. Mint valami monstrumok. Aztán a természetfotós az létrával is szokott kirándulni. Közelebb akartam kerülni a mennyezethez, a denevérekhez, úgyhogy vittem magam egy létrát. Néhányan mentünk, de nem sikerült jól a kép, úgyhogy a közönséges denevérrel randiztam inkább, a kispatkósokat nem sikerült jól megfotózni. Tehát egészen közelről, néhány centiről fotóztam ezt a példányt. Egy ilyen halszem optikával, 180 fokos látószöget ad, olyan, mintha egy másik bolygón lennénk. Ő pedig a vörös csipkés bagoly lepke. Tehát nem csak denevérek hibernálódnak, hanem néhány lepke is ezekbe a föld alatti lukakba. És ugyanúgy kiülnek rajtuk a páracseppek. Ez egy 2 centiméteres élőlény. És sokan vannak. Néha ilyen együttállás alakul ki. Ezek pedig itt gombák. Sokan kérdezik, hogy arany nem, ezek ilyen gombák valószínű mennyezetem. A leszivárgó szerves anyagon növekednek. Ez nyaklánc, hogy a pókálon himbálózik a kis páracsepp. Ez pedig gombafonalakon nő, de sok-sok 1 mm-es, 2 mm-es gömböcske. Aztán megjelent egy ilyen néhány milliméteres rovar,
ivott egy picit a gömbbel, aztán tovább repült, és szintén semmit nem láttam az egészben. Elképesztő nagyítással szemléltem, egy centiméterbe pásztáztam a nagy nagyításba a világot, és akkor megmoccant egy gömböcske, még egy, és egyszer csak ott termett ez a élőlény. Szinte mi volt ott, így pörgött közben. Kis patkózsdenevér, de ez egy elpusztult példány. Tehát furcsa is volt, hogy nyitva van a szárnya. Tehát pár nap múlva visszamentem, és elkezdtek növekedni rajta ezek a gombák. Mint egy vattacukor, egyre jobban benőtte. És itt is láthatjuk, hogy mégis függeszkedik, tehát a testtömege tartja marokra ezt a lábikóját. Aztán lezuhant előbb-utóbb. Én azt hittem, hogy teljesen be fogja vonni ez a fehér bevonat. És a kis patkós remérek télen is kiállnak azért vadászni. Tehát ők maguktól is felébredhetnek többször is. Ugyanis mozognak télen is a rovarok meglepő módon. Például a téli araszolók, ez a nevük. Novembertől, november elejétől december közepéig repülnek, kopaszfák alatt, még hóesésbe is. Tehát nem is gondolnánk, hogy milyen élet van még odakint ilyenkor is. És ezekre varázhatnak például a kis patkós denevérek. Ez volt az év természetfotója 2017-ben itthon, akkor sikerült Bencét legyőzni, akkor ő is indult ezen a pályázaton, viszont ő lett az év fotósa akkor. Ez egy téli araszoló hím, kétszer rávillantva, nagyon gyorsan, és ők repülnek, a nőstények viszont a fán várakoznak szárny nélkül, nekik nincs szárnyuk, és a különböző illatanyagok alapján találják meg a hímek a nőstényeket. Tehát bámulatos, hogy belépünk egy ilyen patakföldbe, és 20-25 téri araszó repül egyszerre, és keresik a nőstényeket, aztán párzanak, nőstények lepetéznek, és akkor tavasszal a rügyekből kikelnek, és elkezdenek táplálkozni a hernyók. Igen, itt rávakusztam, tehát rohangáltam a pillangó a lepkék után, és folyamatosan vakusztam. És a vakú az nagyon rövid ideig villam, és előre beállított élességnél beleégett maga a lepke. Utána kitekertem az élességet, és még fél percig készült a kép. Álványom, helyeztem a gépet gyorsan, és beleégtek a csillagok is a képbe. Igen. Aztán a hóesésbe is meg akartam fotózni, de az nem sikerült. Aznap nem tudtam este kimenni, csak másnap, de addig már odafagytak a fához, mínusz 7 fokba. Ez már a Várhegy királyrétem, érdemes fölmenni, ott is van egy szép új kilátó. Ott is repülnek ezek az élőlények. Alkonyatba megindulnak, a avarból szállnak föl, mint valami angyalok úgy néznek ki. A fehér kiszárnyukkal és a holdfényben. Ilyenkor mondjuk bolondnak néznek sokan, hogy így, akik látnak. Tényleg így rohangálni kell a lepkék után folyamatosan. És így villan a vaku, majd megijednek az esetlegesen arra járó turisták. És akkor néhány szakadék van az ember előtt, egy két méteres, és akkor ugrani kell egyet. Az én sport. Sporttevékenység, hogy ezeket így megörökítsük. Kicsit még menjünk vissza egy bányába, nem csak denevérek, csipkés bagoly lepkék telelnek ott, hanem az erdélyi egerek is ott szoktak tartózkodni télen. Egyébként drenvéres felmérés során észrevettem egy kis hosszú farkú szörmést, végigrohant ezen a kiszögelésen, és akkor hoppá, ez egy jó téma lehetne, beletettem, oda tettem egy kis kövecskét, fölraktam minden felszerelésemet, vakukat, állandó fényt, közben a drenvérek ott függeszkedtek, nem zavart őket a lámpám, és azt vettem észre, hogy ez az egyed, ez mostani idei kép, ez az egyed már 2015-ben is ott csüngött, ugyanezen a kiszögelésen. Ez biztos, hogy ugyanaz az egyed, mert mindenkitől távol volt, és olvasni a szakirodalomban, hogy képesek ezek az egyedek ugyanazt a kiszögelést megkeresni évről évre, és pontot telelni. És 20 évig is élt egy ilyen denevér. Úgyhogy így furcsa érzés volt, hogy 2015-ben még eszemágában nem volt egereket fotózni, meg teljesen máshol volt az agyam, és rá 6 évre. Ugyanott vagyok, csak más téma miatt. És mégis ott van az egyed. Tehát így fejlődik az ember, mindig keresi az újat. Az egérke dolgozott, 3 hétig etettem. Majdnem minden nap lementem, nincs messze a hiúszháztól, beetettem. Aztán 3 hét után eldöntöttem, hogy akkor én most már fotózni fogok. És ott van az egérke alul. Nagyon félénk. Tehát nem szereti a fényt. Alkonyatba indulnak meg ezek a kisemlősök. És nem szereti a fényt. Ez egy mobilos fotó amúgy. Tehát 3 hét után beültem, és akkor elkezdtem megtapasztalni, hogy merre mozog, hol ébred, mindig jobb oldalt kelt, nekem bal oldalt volt beetetve az a sziklafal. Végrohangált, az ősszel felhalmozott raktárait kicsit megdézsmálta, aztán már tudta, hogy ott a
kajcsi, amit én raktam ki, és akkor megkerült egy ilyen repedésbe, és akkor egyszer csak megjelent ott bal oldaltól. Ez egy szalamandra, igen, tehát itt hátradőltem, ott mászok be, ez a lezárt bánya, jobb oldalt kellett mindig az egér, és akkor előbb-utóbb egy óra után fölmászott oda, ide. És itt lehetett volna én zoommal messziről fotózni, de inkább én betoltam pár centire tőle az optikát, hogy a élő helyjel együtt fotózzam meg, mert egérből is már sok kép van, közeli dokumentumkép. És akkor néhány nap múlva már jött is, fölmászott, de mondjuk azért zavarta a fény. Tehát egy legkisebb, az folyamatosan világított az egyik járatba egy lámpa, plusz amikor hallottam, hogy jön a zavarba, meg azért láttam is, akkor gyengén levilágítottam, hogy mikor fogja betolni a képét. És akkor aztán azt vettem észre, hogy kivesz egy magot, kicsit orrébb megeszi, és ott hagyja, lehet látni a jobb alsóba, ott hagyja a héját is, az már nem szép a képem. Úgyhogy nem sok esélyem volt az első néhány rákcsa után már abba lehetett hagyni a fotózást. Aztán volt egy szép estém, első bejelentetéstől számított egy hónapon belül elkészült ez a kép, ez talán egész jó. Itt közel is van, szép az élőhely, nem látszik a mag se. Ez most látható amúgy a Gödöllői kastélyba. Aztán megjelent egy icipici kis egér februárba. Tehát így, ilyenkor az fotósnak sok dolga van, ilyen. Mindig föl kell menni a fellők fölé, patakokba, denevérezni, egerezni. Soha nem unatkozok. Ez egy ilyen kis videó. Hát a kis egerek azok nagyon bizalmasak. Itt meg is tudtam kicsit foglosni, simogatni, akkor a mazsolával bejelentettem, és volt, hogy mint a vörös vagy a kezemből vette ki a táplálékot. Csak hogy még nem tudott fölmászni erre a kiszögelésre az elején. Így néz ki a kis szürke jószág. Hát ötször is fialnak az egerek, erdélyi egerek egy évben. Aztán eltelt egy kis idő, és felcseperedett, megnőtt a egérke. És sokszor azt vettem észre, hogy a táskámba hagyott eleségre megy rá. Hát jó a szaglása. Csak én behúztam a táskát, úgyhogy nem tudott bemenni, szotyikázni. Nemhogy kiment volna a kiszögelésre. Aztán gondolt egyet, lehet, hogy megszomjazott, nem tudom. Hoppá, lehet, hogy iszok egyet. Az is zárva van. Nem, ott ültem mellett is egy mobillal. Aztán távozott. De sokszor volt ilyen élmény, hogy valami motozott alattam. Aztán elfutott oda mélybe. Aztán előmásztam tavasszal, mert tavasszal újabb témák vannak, és itt a gyökérbe folytattam a fotózás egy másik helyszínen az egerekkel. De közben megébredtek a barna varangyok. Nem tudom, biztos sokan láttak már, meg zöld varangyot is. Barna varangy Magyarország legnagyobb kétéltűje, tenyérnyi méretű is lehet a nőstény. Azon alul, a hím az kicsit kisebb, de nézzük, milyen szép a szeme a varanynak. És azt kell tudni, hogy telelnek persze, föld alatt, gyökerek mentén lehúzódnak, fagyhatáron túlra, és akkor márciusban, amikor 8 fok van, tartósabb ideig, esik az eső, akkor egyszer csak előmásznak először a hímek a föld alól. Éppen azt láthatjuk, hogy kijött a levelek közül, és ilyenkor a hímek kereső pozícióba kémelik a világot, keresik a nőstényeket, és így megindulnak szép lassan a szaporodó helyek felé, a vízállásokhoz. Itt holdfényben, idén március 18-án keltek fel a varangyok a Börzsönybe. Azon az estén sustorgott a zavar mindenhol, másztak elő a hímek. Fantasztikus élmény látni. Ilyenkor nagyon lassan mozognak, és akár 30 percig is lehet őket fotózni. Mozdulatlanok. Bajrázói tóz igyekeznek. Aztán megérkeznek először a hímek, a nőstények kicsit később másznak elő, mert jóval kevesebben vannak, egy nőstényre 10 hím jut. És akkor víz alatt is ugyanazt csinálják, csak akkor már gyorsabbak. Akkor hopp, aztán rögzül a nőstény, ha talál egyet, és úgynevezett szorítófogással kapaszkodik rajta. Annyira erős a lába, hogy le se lehet ilyenkor szedni. Egyszer megpróbáltuk mi is, csak úgy, hogy milyen erős a szorítása. És valamikor egy nőstényre, mondom, 6-8 hím is rámászik. Mert ha ügyes a hím, akkor azt csinál, hogy lerugdossa a nőstényeket magáról, vagy a hímeket magáról. Tehát rögzül a hím a nőstény, és lerugdossa a többi hímet. De nem mindig sikerülnek, és akkor ez alakul ki. És meg is, el is pusztulhatnak szegények ilyenkor, a vízbe folytják őket. És a víz alá is követem akváriumba helyezett géppel őket sokszor. Alulról így néz ki egy ilyen nagy folytószerelem. Viszont a
a nőstény itt, oké, lehet, hogy elpusztult, de a petefüzért, az utódgenerációt már kitolta magából, és ilyenkor valamelyik hím megtermékenyíti azt. Amúgy normális esetben a növényekre fűzik, partnertöményzetre ezeket a petefüzéreket a nőstények. És minden egyes kis petéből lesz egy ebihal, ha minden igaz. 2-3 hét után ki is fejlődnek, aztán a júniusig ilyen lárva alakban úszkálnak a tóba. Na és ott egy hím, ezek március végén, áprilisban lepik el a bajdázói tavat, tehát ha valaki békát szeretne látni, akkor a Börzsönyben április elején érkezzem a bajdázói tóhoz. És ott több ezer ilyen varangyot láthat, főleg hímet. Hát nem, igen, hát ezek nem félénkek, bizalmasak. Tehát azt hitték, hogy egy nőstény vagyok, és landolt az objektívemen a hím. Aztán mindig vissza kell pakolni ilyenkor. Ott meg láthatjuk, hogy szorítófogással rögzült a csuklómon. De nem zavart, mondom, majd csak elengedi. Itt látható egy ilyen hímecske, aztán hopp, ugrik az objektívemre éppen. Ez egy fantasztikus téma, az baj, hogy a végén fedeztem föl, hogy ha betolom az objektívet a fejéhez, akkor már rögtön ugrik. Jövő tavasszal ezzel fogom kezdeni. Kicsit jobban megfotózva, hogy látszódjon a feje is. Itt is neki ütközik. Tehát a hímek grasszálnak, úszkálnak a vízfelszínen, és mindenhol nőstényt remélnek. Keresik őket. Ő pedig az erdélyi béka, ő jóval gyorsabb, fürgemozgású, nagyon, még nagyobbat ugrik, akár másfél métert is. És az erdélyi béka nem füzért rak le, hanem egy tányérszerű petecsomókat, ami alulról szerintem a mérsékelhetői vízállások egyik legszebb létformáját hozza létre. Ellenfénybe ilyen kocsonyás burok veszik körül a petéket, majd abból fog táplálkozni az elején a kikelt ebihal. Patakokba is lerakják a erdélyi békák, gyepi békák, ezeket a petecsomókat. Szenzációsak. Tükröződnek. Ez egy dagonya, itt vaddisznók használják, meg szarvasok esténként ezt a helyet. Lehet látni, hogy oda dörzsölik a jó kis agyagos, iszapos talajt a fákra. Itt lőttem egy szelfit, így a petecsomókkal, aztán besötétedett, és zseblámpával megvilágítottam nagyon gyengén ezeket a lebegő petegömböket. És a alkonyati kék órában szenzációsan tükröződik a háttér. Közben megjelent egy gyepi béka, ő nagyon félénk. Két képet tudtam készíteni, elmerült. Ez a kép amúgy bekerült ilyen nemzetközi pályázatokra, első helyet nyert, mert annyira újszerű az ábrázolása ennek a petecsomónak, itt a gyepi béka. Ez egy gyönyörű, szép, viszont félénk, nem úgy, mint a varangy. Ez 20-30 percre is elbújik, amikor megérkezik a fotós, és csak utána dugja ki a fejét. Ezek ilyen bombatölcsérekbe is szoktak petézni a Börzsönybe, második világháború után sok lőszer, lövedék maradt, azokat felrobbantották a Kemencei út mellett, és ilyen mesterséges vágatok keletkeztek, ebbe szaporodnak bele. Hát ritkák, de hol vannak, ott azért elég tömegesek is lehetnek. Kidőlt egy fa, rámásztam, hogy készítsek egy újszerű képet felülről, ez egy petetenger, egy ilyen petecsomóban 4000 is lehet. Mindenki megijedt, 20 percig állt a mozdulatlanul, aztán előjött az első, majd jött a többi. Itt is azon, hogy bármit meghalnak, fúj a szél, a levelek mozognak, már a hímek jönnek ki, hogy nőstény lehet-e, vagy nem. Befekszek, ugyanis a petecsomók felszínén ilyen élőlények is élnek. Ezek 1 milliméteres kis ugróvillások. Vízi ugróvillás, mint valami tehén, csorda, legel az 1 milliméteres peték között, elhalt növényi részeket, moszatokat esznek, táplálkoznak, lebontják a elhalt növényszerves maradványokat, és nagyon sokan vannak, több százezer egy ilyen néhány négyzetméteren. Ellenfénybe, ahogy a bajrázói tó partja enyhén hullámzik. Na ő is egy ugróvillás, ez egy ízeltlábú, nem rovar, csak közeli rokona a rovaroknak. Így néz ki, ez 1 milliméternél is kisebb, hát nem könnyű észrevenni. Ez egy elég dagi példány itt. Kis sárga pontocskák ott az ujjam. Ugróvillás, mert van egy ilyen villája, amit a hasi részen beakasztva hord, az, és a veszélyt ér, ez akkor kipattintja és 10 centit elugrik. Annak ellenére, hogy 1 milliméteres, tehát mint a helyből felugránk a Gellért hegyre olyan. Nagyobbat ugrik, mint a bolha.
ő is ilyen növényi részekkel, levelek felszínén táplálkozik, mindenféle szerves anyaggal, folyamatosan ürít, és így előkészíti a baciknak, meg a gombáknak a további bontást. Tehát a talaj kialakításában játszik szerepet, és ők is sokan vannak. Ez egy falevélnek a felszíne, mintha egy másik univerzumba járnánk. Ez a kép egy olyan 5 mm-es vagy 6 szélességű, tehát 6 mm-ben látjuk a levélnek a felszínét. Itt egy hangya hatalmas lenne, tehát csak a potroa férne rá a képre szerintem. Ezek az ugróvilágok még a tücsöknek a potroán is mozognak. Tehát azt 2 éve fedeztem fel ezeket a kísérő lényeket, azóta már mindenhol ugróvillást látok így. Mindenhol felfedezem őket, mint valami kis gyémántok úgy néznek ki. Azt gondolnánk, hogy hóesés vagy eső, de nem, hát az jóval nagyobb lenne. Ezek ilyen kis spórák, gombáknak a spórái repülnek a háttérbe. Spóra szemek. Na és a 2 faj, a vízi ugróvillás, meg a sárga gömböcke, ez a neve gömböcugró, összetalálkozott. Hát a vízi ugróvillás mindig a vízfelszínen közlekedik, a gömböcke az nem szereti, de véletlenül bepattant, és így nem tudott kijönni a vízhártyára, így csúszkált. És akkor mellé ment, mellé érkezett ez a kis hurkinca, fölkapaszkodott a hátára, aztán kitaxisztatta magát. Persze nem direkt, de tényleg így kimászott. Aztán folytatta az útját a sárga gömböcke. Még télen is megél a hó alatt, mínusz 6 fokig. Ő a hosszú csápú ugróvillás, mínusz 6 fokig ő is mozog a hófelszínen. Ez egy hópihen. Tehát ebben a nagyításban egészen bámulatos a felszín. Én akkor befekszek a hóba, vakukat használok, hogy erős fényeket, van egy ilyen csápos vakum, mint valami cincér. És a jó képek azok gyakran a udvaron készülnek, a hiúszházba, egy hóember tövébe. Például ez Oroszországot is bejárta, és az ott készült tényleg. Persze, ez nem egy oroszlán, de a jó kép az tényleg bárhol készülhet, ha eléggé felkészültek vagyunk, nyitott szemmel járjuk a világot, és próbálunk ilyen újszerűen gondolkodni. A lényeg az, hogy tényleg a biodiverzitás sokszínűségét mutassuk be. Én nem is nagyon szeretem ezeket a szafarikat, meg az ilyen fotós túrákat, mert ott egymást tapossák az emberek kis túlzással. Tehát nincs meg a varázslata, nincs meg a kaland. Sokkal jobban szeretem egymagam felfedezni a világot, a természeti értékeket. Itt olyan, mint a farkas szemet nézni ezzel a nagy jégszörnyel. Ő pedig az áskorpió, ő varászik a kis gömböcökre. 1 cm-es élőlény. Elég pici, igen, és van mérge is az ollójában, minimális mérge. Nagyon gyorsan is tud mozogni, elkapja őket. Ez egy kiszáradó keréknyom, a Börzsönyben rengeteg ilyen van, ökológiai csapdaként működik, ugyanis sokszor ide petéznek le a békák, és aztán kiszáradnak, vagy pedig átmegy rajtuk az erdészeti gépjármű. Az egyiket azt locsoltuk egy közeli patakvízből. Úgyhogy túlélték a gyepi békák, erdélyi békák, és júniusban kimászkáltak. Közben megjelent egy ugróvillás persze, átsétált a vízhártyán, vízisiklók is jól laktak, madarak is. Aztán először kinő a lábikója a kis ebihalnak, a farka szépen visszafejlődik, és akkor kiugrálnak, és elhagyják a helyszínt. Tehát fontos az ilyen tevékenység szerintem. Persze Németországban mondjuk úgy csinálják, hogy egy 100 literes hordót odaállítanak, és egy csepegtetőre állítják. Mert hogy mi is úgy fogjuk jobb, mint minden nap szinte fölmenni vörőrrel locsolni. Meg le is zártuk aztán, hogy ne használják a vadászok se ezeket az utakat. Idén március 20-ban hóesés volt, és a petecsomók szépen attól függetlenül fejlődtek a hóba. Egy kicsit egerezzünk, aztán még lesz egy Dunavirág téma, és akkor be is fejezem szerintem a 4 óra pár perckor. Tehát tavasszal kimásztam, békázok általában, közben folytattam az egér témát, egy gyökérnél beetettem mindenféle kolbásszal, folyamatosan vitt el a szotyulát, odaraktam egy sörös dobozt, hogy szokja, mintha egy gép lenne, egy objektív, és akkor este már a sörös dobozt lecseréltem az objektívre. És akkor onnan vártam az egérkét, hát hatalmas járatrendszerük van, több kijárattal, ezt használta a legtöbbször, így néz ki, és akkor távolról fotózok egy távkioldóval, gyenge fénybe folyamatosan figyelek. Közben föl kell a holdfény, hold, macskabaglyok szólnak, rókák sikoltoznak, és megjelenik a fő téma. És általában a levél alá rejtettem el a szotyolát.
de az nem tetszett neki, mert a portáját így összekoszoltam, úgyhogy azt csinált, hogy mindig elhúzta a levelet, mielőtt kijött volna. Fogt és behúzta. És akkor álmodom, az behúzta, és fogta, és oda rakta egy másikat. Azt is behúzta. De néha sikerült ugye elkapnom abba a pillanatba, mintha még csak jön neki. Aztán rohant el, ezt nem is láttam utólag. Néha azért fotózok akkor is, amikor nem történik semmi, hogy működik a rendszer. Utólag vettem észre, hogy ott rohan el. Aztán már a levelet azt elvettem, mert nem volt olyan sok szerencsém, úgyhogy objektív alá helyeztem be a táplálékot, csak akkor meg túl közel jött. Puffanásig jött, meg torzult. Itt látható egy egérke, hogy kinéz. Tehát a fény nem szereti. Hopp, elvitt a magot. Nézzük, nincs egér, lekapcsolom a lámpát, és már ott visszakapcsolom, és már ott is van. Tehát ennyire nem jó, ennyi nem szereti a fényt, úgyhogy én is a legkisebb világítást használom, hogy azért lássak valamit. És nézzük, milyen gyors, fürge mozgású. Nagyon jó magtermés volt tavaly, úgyhogy most sok egér lesz, van. És itt tökéletes volt. 3 hét bejelentetés után körülbelül, és nincs túl közel, nincs túl távol. Úgyhogy ezt ott hagytam, följebb mentem pár méterrel, ott is bejelentettem, egy odunáli tépen rohan el, aztán egy újabb helyszín kerestem a májusba, ilyen U alakú fát ott a levelem, persze alatt a mag, ez ilyen absztrakt hatású, mint valami óriás fa. És ilyenkor a kép mögött vagyok amúgy, a kivilágosítánk a hátsó részt, ott ülök így. Kezembe a távkioldó. Közben megjelent egy lószúnyog, leskelődik a kisegér, rajta egy hangya, egészen érdekes. Jó pillanatokat lehet szerezni. Ez a példán nagyon bizalmas volt, rávom között is elfutott néha. Annyira éhes volt, hogy megszokta a jelenlétemet. Itt a farkát emeli meg. Ezt be is fejeztem, ezt az egeres témát, majd össze szerintem visszatérek rá. Ellenfénybe fogom fotózni őket. Ők pedig a keringő bogarak, patakok felszínén, 1 cm-es kis tankerek. Suhannak a vízfelszínen, nagyon érdekes, ragadozó életmódot folytatnak, a vízfelszínen szánkáznak. És ahogy nagyon gyorsak, egy másodperc alatt 1 métert is képesek elmozdulni. Ezt szemléltetem ezen a képen. Ez egy ilyen 1/10 másodperces fotó, készül a kép, csíkot húz, ahogy mozog, és a végén rávillantok egy erős fénnyel, és akkor élesen megjelenik a kis keringő bogár. De a patakok mentén gyakran találkozhatunk velük. Hasonló, de a csíkból az jóval nagyobb, meg az a víz alatt közlekedik, ez pedig a vízfelszínen úszkál a legtöbbször. Hasonló, igen, a testfelépítése. Tehát érdemes lekukkantani a patakok mélyére, tegzesekkel találkozhatunk, fantasztikus kis házikókat építenek ezek a tegzes lárvák, különböző növényi részekből, kavicsokból, nézzük meg, milyen sokan vannak, ezek vízirovarok, és lárvaként a víz alatt élnek 1 évet. És egy apró kavicsokat ragasztanak össze, ez maga a tegez, a lakócső, a nyálukkal ragasztják össze, és ebbe fejlődnek 1 évig, aztán kirepülnek, és 1-2 napig élnek, párzanak, és el is pusztulnak. Hát ez nem egy könnyű téma, mivel víz alatt van, meg folyamatosan mozognak. De néha sikerül éhes képet készíteni, ahogy legelik a bevonatokat. Itt pedig a kifejlett tegzest láthatjuk, molylepkeszerű, alatt egy keringőbogár, meg egy buborék. Keringőbogarakra mentem ki éjjel egykor fotózni, akkor lett vége egy ilyen táboroztatásnak, de én még vettem a erőt és kimentem egy kicsit fotózni. És hát csak berepült pont egy tegzes a képbe. Nem is számítottam rá. Nagy szerencsém volt. A szalamandrák is a patakok nyugodtabb öbleibe hozzák világra a kis lárváikat. 20-40-et is képesek beletojni tulajdonképpen egy centiméteres kis lárvákat. És ott fejlődnek szeptemberig ezek a kis kopoltyús élőlények, ragadozók. Aztán szeptemberben kimásznak és megkezdik a szárazföld életüket. Mint valami sárkány, úgy néznek ki. Mondjuk idén nagyon rossz a vízhozam a patakoknak. Május óta kiszáradtak teljesen, úgyhogy jó néhány elpusztulhatott közülük, vagy nagyon összesűrűsödnek egy-egy megmaradt öbölbe. Ők pedig a bolharákok, a leggyakoribb édesvízi rákok. Fő szerepük az, hogy lezabálják a leveleket, amelyek beleúlnak a vízbe. Ők tüntetik el tulajdonképpen az összes levelet, és nézzék meg ellenfényben, milyen szép. Egy ilyen vízhatlan lámpát teszteltem víz alatt ellenfénybe, megjelentek az 1 mm-es kandicsrákok, bolharákok,
egy teljesen más univerzum. Na hát, ő pedig a Szent János bogarak, még néhány ilyen repülő rovar, aztán jön a Dunavirág. Ezek a klasszikus fotók, biztos sokan láttak már Szent János, főleg gyermekkorunkban, akkor azért több volt. Ezt a fotós úgy szokták elkészíteni ezeket a képeket, hogy állványra helyezik a gépet, és akkor 8 másodpercet exponálnak, és az alatt ilyen csíkokat húznak. Itt párzanaképpen a nőstények azok röpképtelnek mindig, és a fűbe várják a hímeket. A hímek repülnek, és a zöld, ők is világítanak, csak úgy, mint a nőstények, és a zöld fény alapján találják meg a nagy szemükkel a nőstényeket, és még a lárvák is világítanak. Képzeljék, áprilisban is láthatunk Szent János bogarat, de csak a talajon a lárvákat. Tellésből megébrednek, 3 évig fejlődnek, mint a cincér például, és akkor csigákkal táplálkoznak. Hatalmas csigákat is képesek elejteni, megbénítani. Itt egy alsó kép egy ilyen Szent János bogáról holdfénybe. Itt rövid expozíciót használtam, tehát csak a kis pötty jelent meg a Börzsönybe. Június közepén vége felé rajzolnak. Idén kicsit megcsúszott a repülésünk. És akkor szerettem volna itt is egy újszerű képet készíteni, hogy valami nyomot hagyjak a Szent János bogár témába. Úgyhogy fogtam egy botot, aztán még egyet, és ráragasztottam az objektívem két oldalára, és a végére állítottam be az élességet fixen, manuálisan. Olyan volt, mint egy célkereszt. És akkor kis fejlámpa, hogy azért lássak valamit, és akkor elkezdtem rohangálni a hímek után az erdőbe. És ha úgy éreztem a gyenge fénybe, hogy a két bot között van körülbelül a bogár, akkor exponáltam. Először nem sikerült a kép, túl közel volt, mert ilyenkor nem nagy a mi élességi tartomány, pici. Aztán 2018-ban egy kép készült ezzel a technikával jól, szépen élesen nagyjából. Itt látható, hogy a potrok alsó két szelvénye világít, ott van a világító szervecske. Ott bocsájtja ki ezt a zöld fényt, bioluminescens élő lény. 19-ben is csak egy kép készült ezzel a technikával, tehát hiába ez a célkereszt, azért nagyon gyorsan mozognak. Aztán nyertem egy halszemoptikát, most már azzal fotózom őket, jóval szélesebb a látószöge. Igaz, hogy kicsit kisebb a bogár, de rajtam van az útvonal, ahogy repül. Idén pedig nagyon jó rajzás volt június végén, hihetetlen meleg volt, volt 3 hőhullám, ha jól emlékszem. Úgyhogy esténként lejártam, 8 voltam ment a Gödi ártérem, este 9-től 10-ig fotóztam a piruetteket, gyönyörű szép képeket, persze díjakat is kaptak ezek a fotók. Itt éppen Andol csak kikapcsolta a lámpát, aztán már nem is világított, de még mindig repült, tehát nem sokáig élnek. A hímek meg a nőstények kifejlett állapotban elpusztulnak előbb-utóbb. Nem is táplálkoznak ilyenkor, csak szaporodnak. És akkor 10-kor vége a fotózásnak, folyik rólunk, forró a víz, és akkor csobbanok a Gödi mellékágba, holdfénybe. Afrikából érkezett homok teszi opálossá az égboltot, nagyon hangulatos, szólnak a zöld lomszöcskék. Persze lehet csobbanni, patakokba is lehet csobbanni, a Hiusz házba gyerekeknek tartunk foglalkozásokat, 2 foglalkozás között csobbanunk a 15 fokos vízbe. Szalamandra lárvák meg, tegzesek meg, keringő bogarak között. Na, ő a Éti csiga, csíkot húz, hát ez nem a saját fénye, ezt én világítottam meg egy mobiltelefonnal, nagyon gyenge fénnyel, másfél percig húzta ezt a csíkot, aztán végén rávillantottam erősen. Itt pedig már kék fényt használtam, ez egy másfél perces elmozdulása a csigának. Közben esett az eső, azért tűnik úgy, hogy szikrát húzna a csiga, mintha nitró lenne. Nő egy ilyen, ez egy lárva, nem tegzes lárva, hanem kérész lárva. Mindenki ismeri a tiszavirágot, nem? Hallott a tiszavirágzásról. 98 féle kérészfajunk van, ez csak az egyik a tiszavirág, de ő a legnagyobb és a legismertebb. Ő pedig a lebegő kérész, szintén kérészfaj. A Börzsönyben ők rajzolnak nagy mennyiségbe, persze nem akkorában, mint a tiszavirág, de azért jó pár százas rajokat is megfigyelhetünk májustól június végéig. És ő a tiszavirág. Én egyszer láttam igazi jó rajzás, még 13-ban, Tiszakürt, az a legjobb helyszín, Tiszainoka környéke. 8 cm-es kérészfaj, júniusban rajzik, Hungarikum, az egész világon csak a Tisza és mellékfolyóinak vízrendszerébe él. És azt kell tudni róluk, hogy tiszavirág életűek a kifejlett példányok,
Tehát 3 évig fejlődnek a lárvák a partoldalba, jön egy szép nyári napon, felszínre úsznak, és akkor kibújnak a szárnyas rovarok, párzanak, 1-2 óráig tart ez a párzás, aztán nőstények lerakják a petecsomóikat bele a vízbe, megtermékezett petecsomókat, és elpusztulnak. És akkor kezdődik mindenről. És van egy kevésbé ismert kérészfajunk, a dunavirág. Ők a Dunán rajzanak főként, meg a mellékfolyókba, és ők augusztusban teszik ezt, nem júniusban, mint a dunavirág, vagy mint a tiszavirág. Tehát jó a kisebb élőlény, kis 2-3 cm-es fehér kérészke, és azt kell tudni róluk, hogy 2012-ben tértek vissza a Dunára, nagyobb számba. Láttak már dunavirágzás esetleg? Pedig Budapesten is volt 2018-ban egy egész komoly rajzás, több estén át bejöttek a belvárosba is ezek a kérészek, ugyanis este rajzanak sötétbe, és a közvilágítás megzavarja őket, és így becsalja őket a fény. Tehát nekem ez a kedvenc fotós témám amúgy, ezzel zárom az előadást, még egy 10 percig beszélek róluk. Tehát 12-3 óta fotózom őket, korábban az MTA-ban dolgoztam, a Dunakutató Intézetben, ott kutatják ezt a kérészt. Mindig kapcsolódtam a kutatókhoz, leginkább mint fotós kísértem őket. Most megjelent egy könyvünk párommal, Farkas Alexandrával, aki ebbe a témába doktorált, június közepén jelent meg a Dunavilágos könyvünk, a Libribe lehet kapni, még van néhány darab biztos. A Libri könyvesboltban, ebbe összegeztük a 12 óta tartó kutatásokat, illetve a képeim is megjelentek benne, ilyen lírai szöveg leírással, hangulatokkal. Tehát lényeg az, hogy a Dunavirág korábban eltűnt. 40 év ezelőtt voltak az utolsó rajzások, aztán a Duna elszennyeződött, viszont az utóbbi 10 évben az unió miatt meg modernizálódtak a szennyvíztisztítók, megszűnt az ipari szennyvíz, a határértékeket tartani kell, tehát elkezdett tisztulni a Duna. Így a kis kovalgák, kovamozhatók, amelyekkel táplálkoznak a lárvák, azok is így felszaporodtak, így a Dunavirágok is újból ellepték a Dunát, nem csak a mellékfolyókban vannak. Itt a lárva. 13-ban kezdtem őket fotózni, göröm. Tehát augusztusi éjszaka, forró, finom, jó kis langyos Duna. Besötétedik, megjelennek a kérészek, kirepülnek, vedlenek egyet, akár az ember lábán. Megszabadul a ruhájától a hím. Aztán visszarepül a víz fölé, és akkor párzanak a nőstényekkel. Itt a lárva bőröket láthatjuk, ugyanis a hím az kétszer vedlik. Fölúszik, vedlik egyet, aztán kint is vedlik egyet. És ez egy jó rajzásnak érkezik a fotó alapján, ez az este, mert itt rengeteg lárva bőr úszik le. Tehát sok hím jött elő. Hímnek 2 hosszú faroknyúlványa van, a nőstényeknek 3 rövid. Meg a nőstények azok ilyen robusztosabb, nagyobb a testük. Meg petecsomó van bennük, a sárga petecsomó. Azt kell megtermékenyíteni a hímnek, itt éppen gergetőznek. Aztán mondom, hogy fél óráig tart ez a párzás a dunavirágoknál, utána megtermékenyülnek a nőstények, és elindulnak egy ilyen hatalmas kompenzációs rajba a Duna vonalán fölfele. Azért kompenzációs rajba, mert kompenzálják az elsodródást, tehát 1-2 kilométert repülnek, aztán elpusztulnak, utolsó erőkbe kirázzák a petéjüket, és kb. Óra sodródnak le ezek a petecsomók, ahol ők is kikeltek. Ez a repüléssel kompenzálják az elsodródást. Mert ha nem repülnének fel, akkor előbb-utóbb megszűnnének, tehát így lesodródának a Fekete-tengerig. És ez a kompenzációs raj mindig az igazán látványos. Csak ilyenkor ütköznek bele a hidakba, közvilágítás, fölcsalja őket, és ez egy óriási probléma, mert 10.000 forint a természetesen értékük, milliárdos kár keletkezik ilyenkor a hidaknál, ez 5.000 valamennyi kérészt leszámoltuk programmal, és akkor nézik, mint valami porszívó úgy szívja be őket a közvilágítás, a kérészeket. Ott kavarognak egy órán keresztül, ez a kompenzációs repülésük, azt hiszik, aztán lepetéznek az aszfalt útra, és ott pusztulnak el. És a kutatók ezen dolgoztak sokat, hogy ezt megakadályozzák, ezt a fölrepülést. Hát kézenfekvő lenne kikapcsolni a lámpát, de azt nem lehet közlekedés biztonsági okok miatt. Úgyhogy más megoldás, majd minden mesélek, hogy óvják meg őket. Mint valami augusztusi hóvihar. Csúszósá válik az aszfalt út. Volt egy biciklis, aki elesett, eltört a kúszcsontja, sikítoztak. Én meg a barátim elmentek Horvátországba, 13-ban, én meg mondom, dehogy megyek, nekem ezt látnom kell. És értem, egyik legnagyobb élménye volt egy ilyen 200 000-es roar felhőbe
200-re kérészt van egy ilyen csóvába. Lenyeli az ember őket ilyenkor, lepetézik a fejükre mindenhova. És nem elég, hogy a közvilágítás becsapja őket, nekik van egy olyan tulajdonságuk, hogy az aszfalt útról visszaverődő fényt máshogy látják, mint mi, és az nekik egy ilyen jel, optikai jel, az alapján követik a tulajdonképpen a vízfelszínt, tehát becsapja őket az aszfalt. Az aszfaltot víznek nézik. Ez a vízszintesen poláros fény, mi ezt nem érzékeljük, az alapján követik a vízfelszínt, és az aszfalt is ugyanezt csinálja, csak még jobban, tehát ilyen szuper normális inger nekik. És észreveszi a közvilágítás, plusz lenéz az aszfaltra, és így kettős csapdába kerül. Azokkal nagyobb szemekkel látja ezt a vízszintesen poláros fényt, a kis gömbökkel meg a közvilágítást. És egy hullaszőnyeg alakul ki. Itt a zsebemből vettem ki otthon valami nyomot, mondom, mi lehet itt, és benyúltam, és egy nagy csomót vettem ki, vagy 30 kérész pusztult el rajtam is. Persze a pókók ilyenkor jól járnak a hidaknál. Lesz vacsorájuk sokáig. Tehát ez a természetes dolog. Vízfelszínen petéző nőstények. Ez lenne a jó. Mint valami gejzír úgy forr ilyenkor a vízfelszín. És akkor petecsomókot süllyednek le. És egy évig fejlődnek aztán a lárvák. Közben halak laknak jól, denevérek, békák, patkányok, mindenki jön ilyenkor. És akkor a kutatók ilyen polárszűrőkkel kísérleteztek, hogy a közvilágítás elé polárszűrőket helyezünk, akkor vízszintesből függőleges gyárt elő bonyolult fizikai dolgok, és azt taszítja őket, csak egy ilyen polárszűrő nagyon drága. Úgyhogy azt találták, hogy a hidak aljára hatalmas nagy fényszórókat helyeznek, többet is, és az lent tartja a kérészeket. Hát ez egy ilyen jó kis józanparaszti dolog. Mondom, ez a függőlegesen poláros, bonyolult dolog, ez nem jött be, mert nagyon drága lett volna, ez a legegyszerűbb megoldás. És Tahitótfaun, a Tiri Zoltán hídon ki is épült a világon elsőként 2020-ban egy ilyen állandó fénysorompó. És a kék fényt szeretik a legjobban, azt is kimérték a kutatótársak. Úgyhogy a Tiri Zoltán hídon két ilyen hatalmas nagy kék fény biztosítja a kérészek jövőjét, megmenekülését. És általában a kutatók augusztus elején szokták jelezni a polgármesternek, hogy akkor kapcsolják be ezt a fényt, elindítják, ami azt jelenti, hogy este 8-kor automatikusan bekapcsol, és éjfélig világít, aztán kikapcsol, szeptember közepéig. És akkor esténként a rajokat lent tartja. Ez egy jó kis fotós téma amúgy, azt gondolnánk, hogy milyen egyszerű, mert sokan vannak, de nem, mert pont az a baj, hogy mindent ellepnek. Sokan kíváncsiak rá amúgy, tehát ilyen fotós turizmus alakult ki. A Gödöllői Egyetemnek a dékán helyettese, Boromissa Zsombor. Én is imádom, ahogy mondtam. Ez egy kis rövid, egyperces videó, ott vagyok alul. Na. És egy erősebb fény, erősebb lámpával rám hívja az egyik kutatótársam ezt a sok rovart. Ilyenkor van az, hogy teljesen ellepnek. És ennyit lát az ember a keresőbe. Kis fotós turizmus, Szegedről is jönnek föl ilyenkor az emberek, mindig kérdezik tőlem, hogy mikor indul a rajzás. A hajamba, mindenhol. Ő a Farkas Alexandra, a barátnő, a könyvszerzője, kutató. De azért lehet néhány szép képet készíteni, tehát ha folyamatosan figyeljük ezeket a mozgó kérészeket, és egyet-kettőt lekövetünk, és vakuzunk, akkor bámulatos képek készülhetnek. A repülések nyomvonala, szárnycsapásoknak a frekvenciája, holdfénybe. Aztán ez a híd, ez már zavart, hogy tehát nem jól nézni ezt a pusztulást, még 2013-14-ben, meg 15-ben is ott voltam mindig a hídon, de következő évben meg lementem a sötétebb szakaszokra, a természetközeli helyszínekre, távol a nyüzsgéstől, kutatóktól, turistáktól, mint valami selyemfonal úgy rajzolja magát, önmagát a kérész. Ezek a nőstények forgószele, petecsomókkal, kimerevített kép, itt a hím farkát kergeti, repül utána, véletlenül ők a hímek, szétlövés, két nőstény repül egymás alatt fölött. Ez pedig óriási káosz. A csillagok alatt igazán szép szerintem. Ez a Rában készült ez a fotó még 2015-ben. Jó sok díjat kapott ez a kép.
itt messze voltam szintén a kutatóktól, egy eldugott kanyarba lemásztam bele, gázolva a vízbe, és vártam ezt a kompenzációs rajt. Egyszer csak megjöttek, és elleptek mindent. Csillagos égbolt alatt hallani a szárnyuk zizegését, meg a nedves testű rovaroknak az érintését érezni, az nagyon nagy élmény tényleg. Nekem a nyár legszebb estéi ezek. Hulló csillag, Ipolyon is rajzanak, ott mindig előbb kezdik egy pár nappal az Ipoly folyón. Akkor 17-ben volt egy hatalmas, egy órán keresztül repülő milliós raj holdfénybe. 18-ban, amit említettem, ott is sok estén át megismétlődött a milliós raj. Ellenfényben a kis kérész, petézik éppen a nőstény. Hát ilyenkor be kell menni nyakig a vízbe, vagy befeküdni, és ellenfényt használni, tökéletesen ellenfényt, vakuval. Azért nem minden este olyan meleg már. De meg én olyankor felhevült testtel vagyok benne a témában. Ipolyon komoly rajzások vannak, nem olyan hosszúak, mint a Dunám, de sok kérész összejön. Ebből még néhány képet mutatnék. Itt bokáig ér sokszor a víz, bekapcsolom néha a lámpát, és akkor látom a kérészek tömegét. Kergetőznek, nőstények, hímek, egy másik faj is megjelent. Halszem optikával egész más perspektíva jön elő. Nézzük, milyen szép, hogy szánkázik. Szabad szemmel ebből ennyit látok, hogy meg mindenhol berepül. Halak táplálkoznak, aztán jönnek a Dunára, ahogy mondtam, fixen lehelyezem a vakukat, aztán jöhet a tánc. Vizenjáró kérész. Néhány fotó még. Aréna. Itt folyamatos fényt is használok, hogy a bemozdulás, mint a csigánál, meg a téli araszolónál látszódjon. Vergődő hím utolsó tusája. És nagy a közlekedés, hajóközlekedés a Dunán. Sokáig ez zavart, mert szétkergett a kérészeket, aztán rájöttem egyik képbe, hogy ez lehet kép is, maga a hullám. És nézzük meg, milyen érdekes, hogy kikerüli a hullámokat a kérész, simán kikerüli. Fejest ugrik bele. Ez pedig idei néhány fotó, idén gyenge rajzások voltak. Magas volt a víz, ez olyan lehet, mint a pocogradáció. 18-ban mindent lezabáltak a lárvák, és most kell egy pár év, még újra felszaporodnak a kovamozhatok. Lehet, hogy jövőre jobb rajzás lesz. Hát idén más hangulatú volt, meg a kis muslinca-szerű élőlények szórakoztattak, vagy zavartak inkább. Iszonyatosan sokan vannak. Letüdőzöm őket, és nem tudok fotózni, úgyhogy a maszk az itt is bevált. Maszkba fotóztam idén a kérészeket, hogy a muslincák elől megvédjem magam. Itt a lárva bőrében repül a kis hím. És az idei képek inkább arról szóltak, hogy egy-egy szép pillanatot próbáltam elkapni ellenfénybe, különböző szinkronúszó pozíciókat. Fejen áll a hím, mint a kardoznának, fejes ugrás, ez a fistal pozíció elvileg, szinkronúszásban, hogy félig lent van a egyik lába, másik fent. Azért volt néhány szép kép idén is. És még mindig rajzanak, csak páram már, szeptember közepe felé. Úgyhogy ez volt az utolsó idei képem a Dunavirágokról. Még amúgy lenne majd 100 képem. Most csak 400 valamennyit mutattam meg, de szerintem azért sikerült átadnom ezzel a 450 képpel is a természeti csodákból egy kis csokrot. És ez volt a célom, hogy így kicsit így oda nyomjam önök elé, hogy így átérezzék, hogy milyen egy fotósnak vagy egy természet kedvelőnek az élete. És azt kívánom, hogy kiránduljanak, túrázzanak, és önök is tapasztalják meg ezt a sok értéket, hogy valamennyit belőle. És köszönöm szépen a figyelmet!